Szeretettel köszöntöm a 7.tv nézőit a kikötőben, ahol hétről hétre lehorgonyzunk az egyház hajójával, hogy hírt adjunk, tapasztalatot cseréljünk és találkozzunk testvéreinkkel. Pünkösd ünnepének környéke, Békés megye gyülekezeteinek életében a Szentlélek eljövetelén túl számos más eseményt is hozott. Saját plébániáján is megtartotta aranymiséjét az 50 éve papi szolgálatban lévő Szigeti Antal. Gyulán a felújított Almási kastély kápolnáját ökumenikus keretek között szentelték fel, a temetőben pedig a reformátusok végeztek önkéntes munkát. Füzesgyarmaton az unitárius egyházhoz kötődő Margaréta Családos Egyesület tartott családnapot. Békés Csabán az evangélikus gimnáziumban Pátkai Ervin szobrászművésznek állítottak emléktáblát, a gyülekezetben pedig bemutatták azt az emlékkötetet, amely Hán Lajos anekdotáiból készített gyűjteményt. A kis templomban a Kalandrella kamarakórus, illetve az evangélikus és református gyülekezetek énekkarai tartottak minősítő hangversenyt. Ezekről az eseményekről készítettünk egy csokorra valót mai adásunkban. Alig maradt üres hely a belvárosi katolikus templomban. A gyülekezet tagjai megtöltötték a padsorokat a különleges alkalomból. Az úgynevezett aranymisén a hívek Isten áldását kérték Szigeti Antal további szolgálatára is. Szigeti atya az egy lelkiismeretes ember. Úgy a közösségben, meg egyénenként is olyan még nem volt, hogy ne fogadjon valakit, ha valaki hozzáfordult. Nagyon tiszteljük, és a testvére az Gerendáson volt plébános, és a vele való tiszteletet az mindenképpen. Én szerintem az Antal atyának egy olyan karizmája valamit, amit Istentől kapott, meggyőződésem, és a tényleg a segítőkészsége, a segíteni akarás, ami úgy fölénk emeli őt. Kisrigó László Szeged Csanádi megyés püspök levélben köszöntötte a Békés Csabai plébánost. Most veled együtt megköszönöm Istennek az 50 év alatt a kegyelmet, melyben hűséges, kitartott látogatásokat. Szigeti Antal szerint az ünnepélyes pillanat korán sem jelenti azt, hogy szolgálatuk befejeződött volna, hiszen ilyenkor visszatekinthet és hálát adhat Istennek mindenért, amit kapott az elmúlt évtizedekben. Ilyenkor az emberben nyilvánvalóan a kezdetektől a mai napig emlékezetébe jönnek azok az élmények, események, amelyek ezt az 50 évet jellemezték, és amelyek megtörténtek velünk. És az nagyon nagy öröm számomra, hogy itt vagyunk, és hogy ennyien összejöttünk velem együtt, hálát adnak az Istennek. Ez csak erről szól, mindent megköszönök a jó Istennek és az embereknek, amit kaptam tőlük. Azt vallja, hogy azt is ugyanolyan szolgálatnak kell tekinteni, ha majd jönnek a betegségek, a gondok, mint amikor aktívan dolgozik, hiszen Jézus is szenvedésével és halálával váltott meg bennünket. Néhány padsor fér el csupán a kastélyban, abban a kápolnában, amely a felújítás után most kapta vissza eredeti funkcióját. Ez a világ változhat, de Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hol vannak már azok, akik riporták az Isten ügyét? Már nem is tudunk róluk, csak történelmi tananyagok legfeljebb. Az Isten igéje pedig hirdethetik újra. Hálát adunk azért, hogyha ez a kápolna is megnyitathatik arra, hogy itt is különböző formában Isten igéjét hirdessék. A kápolna szentelésén, illetve megáldásán Gyula minden keresztény felekezetének képviselője részt vett. A különleges aktualitást az egyház születésnapja, a pünkösd adta. A Szentlélek kiáradása pontosan azt jelenti, hogy megszületett az egyház, és elindul az egyháznak az élete, és a keresztény egyházak pontosan a Szentlélekkel megerősítve a küldetésüket teljesítik, és ezért is fontos, hogy ugyanaz a Szentlélek gyűjtés tart bennünket egyben, és ezért fontos is, hogy a kápolna maga is a Szentlélek erejében egybe gyűjtse a különböző felekezetű testvéreket is. A polgármester szerint a kápolna újra szentelése az egész város számára kiemelkedő jelentőségű.
A kastély rehabilitációja és rekonstrukciója az a közösségünk életében, városunk életében egy nagyon fontos esemény volt, hiszen ez városunk történetének egyik ikonikus épülete és szerves része, de nemzetünk történetének is nagyon fontos állomása és eleme. A kastély épületének a megújulásán belül pedig talán az egyik legszebb, legfontosabb, szakrális értelemben mindenképpen a legfontosabb esemény ez a mai újraszentelés volt. A 18. században kialakított helyiségben 1852-ig udvari káplánok miséztek. Wenckheim Józsefné Gruber Terézia nevéhez kötődik a kápolna emelése, és ez egyházi szertartásoknak adott helyt, elsősorban ugye az itt élő családok életéhez kötődően. Mi azt szeretnénk, hogyha Gyula városában élő családok életébe is fontos szerepet töltene be a későbbiekben. Az intézmény vezető reményei szerint keresztelők és esküvők helyszínéül választják majd a családok a megújult kápolnát. Mint kiderült, az első keresztelés nemrégiben már meg is történt e falak között. Dobai János egykori polgármester sírjánál tevékenykednek többen is a gyulai Szent Kereszt temetőben. A szeretett hitszolgálat résztvevői főként híres gyulaiak sírját teszik rendbe, azonban emellett akad más feladat is. Az Élővíz csatorna partján volt tegnapi napon szemétszedés, illetve a Göndörcs Benedek kollégium, ő a játszótéren, a Katona József játszótéren játékokat rakott rendbe, illetve ott is parkokat rendeztek. Emellett süteménysütés van, illetve szeretett vendégség a hajléktalan szállón, gyermekkórház pszichiátriai részlegében van bábozás és énekezzenés szolgálat az egyház részéről, illetve pedagógusok részéről. És én úgy gondolom, amikor a gyerekek elmennek egy idősek otthonába szolgálni, az ottani időseknek ez egy óriási öröm, hiszen várják őket nagy szeretettel, de fejfákat is szoktak egy művészeti csoport átfesteni, átirogatni, tehát sok-sokféle fajta szeretett szolgálatra van lehetőségünk. Közel 80 sír és egy tucat emlékmű környékét tették rendbe, tisztították meg az önkéntesek szombaton. Van, aki a kezdetektől fogva részt vesz a szeretett hit szolgálatban, de olyan is akad, aki idén először jött el segíteni. Azért gondoltam, hogy mindenképpen eljövök segíteni, hiszen a gyulai segítők ezek idősek otthonából, a munkatársaim már a kezdetektől fogva végzik ezt a karitatív tevékenységet, és úgy gondoltam, hogy az idén én sem szeretnék ebből kimaradni, semmiféleképpen sem. Mivel jár mondjuk egy-egy ilyen sír vagy emlékhelynek a rendbetétele, gondozása? Hát mindenképpen ugye kapálás, gerebjézés, meccés, a bokrok meccése és a sírok körüli rendberakás, ez a fő feladatunk. Az önkéntesek miután végeztek a temetőben, az idősek otthonában, valamint a gyermekkórházba vették az irányt, hogy finomságokkal, valamint lelki, szellemi táplálékkal szolgáljanak az intézmény lakói számára. Hogyan érzitek magad? Fáradt vagy. Jól érzek, köszönjük, szégyellős! Kicsik és nagyok együtt vettek részt az egésznapos rendezvényen, aminek fő üzenete az volt, hogy családban élni jó. Hát mert így harmonikusabb az élet. Három gyerek van, úgyhogy így lehet a legjobban élni, nem? Család nélkül nincsen. Haza sem, szerintem. Tehát család nélkül semmi nincs. Az eseményt immár 6. alkalommal minden évben megtartja a Margaréta Családos Egyesület. Mi nagy családosok vagyunk, és a mindennapjainkban úgy éljük ezt meg, hogy szerintem mindenki aktívan részt vesz ebben a civil szervezetben, és együtt, közösen próbáljuk meg létrehozni ezeket a rendezvényeket, és mindenki segíti ezt a munkát. A család fontosságát jelzi az is, hogy a szervező családtagjai is részt vesznek a közös munkában. A édesanyám már hosszú évek óta füzetgyarmati közélet egyik központi alapja. Én ebbe a légkörbe születtem már bele, és láttam kiskorom óta azt, hogy dolgozik a családja mellett, a háztartás mellett, és sosem fáradt bele. És tulajdonképpen emiatt van az, hogy az életem szerves részét képezni ma már. Az Egyesület a családnap mellett többek között nyári tábort is szervez, amelyen hátrányos helyzetű fiatalok számára biztosítanak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Pátkai Ervin szobrászművész emléktábláját avatták fel május 20-án az evangélikus gimnáziumnál.
Az iskola egykori diákja jó példa arra, hogy innen Békéscsabáról is el lehet jutni a világhírnévig, mondta az intézmény igazgatója Köves Kúti Péter. A polihisztor amellett, hogy szobrokat készített, számos kiadvány szerkesztője is volt, festett és még verseket is írt. Szegény családból származott, de ez sem akadályozta meg abban, hogy Párizsban végezze el a képzőművészeti egyetemet, és onnan egyenesen a katedráig jusson fel. Alkotásaival robbanásszerű sikert aratott. 19 éves korától ebben a műfajban rövid idő alatt a világ szinte minden műértője megtanulta a nevét. A most leleplezett alkotást, Pátkai Ervin emléktábláját Prisztavok Tibor szobrászművész készítette el. Az eseményen jelen volt a polihisztor bátyja is. Nagyon sokszor ugye vagyunk úgy, mint emberek, egyházi, más világi összefüggésben is, hogy nem ott kötünk ki, hova indultunk. Na most tulajdonképpen ez történt az ő életében is, és egy csodálatos életpálya alakult ki, és ebben ő megfelelő módon helytállt. Tulajdonképpen egy bizonyos büszkeség, meglepetés, csodálat, hálaadás az, ami vele kapcsolatosan most a fejemben van. Hán Lajos békéscsabai születésű evangélikus lelkész helytörténész anekdotáit szerkesztette kötetbe Bakai Péter lelkész. Elmondása szerint humoros, de persze tanulságos mesékről van szó, amelyek megtörtént eseményeken alapulnak, élő és létező szereplőkkel, amelyek lezárásaként a csattanók sem maradhatnak el. Latin, tóth és német szövegek egyaránt megtalálhatóak voltak a történetek között, amelyek pontos értelmezéséhez profi fordítókat hívott segítségül a szerkesztő. A kötet illusztrátora Sinkó István volt, a tipográfus pedig Bereznai Miklós. Úgy kell elképzelni a 20. század elejéig az evangélikus egyházat, hogy az egyik legnagyobb kerülete az a Bánya kerület volt, és ennek a bányakeretnek, ami Felvidéktől egészen Bácskáig tartott, ennek a különböző településein megtörtént eseményeket dolgozza fel. Nyilván zömében Békés megye, és azon belül is Békéscsaba, de számos történet van Szarvasról, Mezőberény, Tóth Komlós. A békéscsabai református gyülekezet vegyeskara Hajtman Ildikó vezetésével lépett fel a hangversenyen az evangélikus kis templomban. A kórus ezúttal nem jelentkezett minősítésre, így elsősorban azzal a küldetéssel érkeztek, hogy emlékezetes élményt nyújtsanak a közönségnek. Ez volt a célunk, hogy szépen énekeljünk. Úgy gondolom, hogy ezt a kórus teljesítette, érzelmeket adtunk át, mindig ez a célunk egyébként, hogy amit mi gondolunk a világról, azt tudjuk továbbítani, és ezt úgy gondolom, hogy teljesítettük. A református kórus mellett az evangélikus vegyeskar és a Kalandrella vállalta, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének, azaz a kóta felhívásában szereplő feltételek szerinti megmérettetést. Olá Gábor, a zsűri elnöke hangsúlyozta, amellett, hogy bizonyos feltételeknek meg kell felelni a kórusoknak, azt is próbálták szem előtt tartani, hogy értékeljék a csoportok kemény munkáját is. A mai világban, amikor annyira kevés az igazán szép, az esztétikum iránti érdeklődés, és látja az ember ezeket a kórusokat teli fiatallal, akik mehetnének máshova szórakozni, vagy más csinálni, és időt, fáradtságot nem sajnálnak, és erre áldozzák az életüket, ez mindenképpen támogatandó. Tehát itt jön a kettős dolog, hogy megfelelni, és hogy jutalmazni ezt a befektetett munkát. Kutyájné Ablanci Katalin két kórussal érkezett a hangversenyre, és abban bízott, hogy mindkét csoport legalább megtartja a korábban megszerzett minősítést. Nagyon sok munka van benne, mind a két kórusnak a munkája benne van, és azt hiszem, hogy nagyon jó légkör volt, oldottan tudtak énekelni, bár persze izgalom az van, de ilyenkor azért az adrenalin az jót tesz. Nem volt minden persze makulátlan, nagyon maximalista vagyok, vannak hibák, amiket még ki kell javítani. A zsűri fél órás tanácskozás után a református vegyeskarnak ezüst fokozatot ajánlott. Az evangélikus vegyeskar megtarthatta arany dicséretét,
míg a Kalandrella a hangverseny kategóriába léphetett tovább. Mai adásunk ezzel véget ért, most felszedjük a horgonyt, de várunk szeretettel vissza a kikötőbe legközelebb is mindenkit. Viszontlátásra!